Szinte nincs olyan budapesti játszóhely, művelődési ház vagy színház, ahol én ne fordultam volna elő az elmúlt 30-35 évben, de amikor azt hallom, hogy KMO-ba kell jönni, játszani vagy verset mondani, akkor különösen örülök, hiszen mindig remek a közönség, mindig teltház van, nagyon kultúrára és szórakozásra vágyó a közönség, úgyhogy legyen így a következő 100 évben is. Boldog születésnapot, KMO!